Első körben nyissuk ki Bibliánkat a Királyok első könyvének a 15. fejezetéhez. Mindjárt innen fogok olvasni. Királyok első könyve 15. fejezetéből. Az a téma, amit mára választottam, már egy néhányszor körbejárt téma. Nagyon fontosnak tartom, hogy a siófoki gyülekezet is megismerje ezt a témát, és végig gondoljuk a saját életünkre nézve. Elsősorban a saját életemre nézve. Mindenekelőtt inkább bibliaköri témának felelne meg, hogyha kinyitanánk közösen a Bibliát, és keresnénk, kutatnánk, és így egybevetnénk igét igével, de megpróbálom érzékeltetni ige hirdetés formájában is a lényeget. Az első, akiről szeretnék beszélni, az Júda királya Asa. Asa nevezetű király. Tulajdonképpen Salamonnak a dédunokája volt. Salamonnak a fia volt Roboám. Roboámnak a fia pedig Abia. És Abiának a fia volt Asa. Tudjátok, hogy Roboám idején szakadt el Izrael 10 törzse Júdától és Benjamintól, tehát Benjamin törzsétől. És ez a szakadás gyakorlatilag végleges lett. Érdekes, hogy a többség szakadt el a kevesebbtől. Júdában uralkodott Dávidnak a leszármazottja, és Dávidnak a leszármazottjai, a királyok, egészen a babiloni fogságig. A mai alkalommal tehát Asa uralkodására vetünk néhány pillantást első körben. Asa uralkodásáról általában pozitívan nyilatkozik a Biblia. Megtaláljuk a Királyok első könyvében, és megtaláljuk a Krónikák második könyvében is ennek a királynak a bemutatását. Általában pozitívan nyilatkozik. Ez a pozitív kijelentés, hogy az Istennek kedvetelt benne, ez az uralkodásának a nagyobb részére vonatkozik, inkább az első részére, az utolsó részére már nem annyira. Mi jellemezte ezt a királyt, és milyen Isten szerinti tetteket hajtott végre? Mindenekelőtt átfogó reformációt hajtott végre, egész Júdában. Tehát a Királyok első könyve 15. fejezetéből a 11. verstől olvasom. És Asa azt cselekedte, ami kedves volt az Úr szemei előtt, mint Dávid az ő atyja. Mert kivesztette a férfiú paráznákat az országból, és lerontotta mind a bálványokat, amelyeket csináltak volt az ő atyái. És Maákát, az ő anyját is megfosztotta királynéságától, mivel hogy egy iszonyú bálványt csináltatott a Beregben. És elrontotta Asa az ő bálványát, és megégette azt a Kidron patakánál. De ha a magaslatokat nem is rontották le, mégis Asának a szíve tökéletes út az Úrhoz életének minden napjaiban. Ezt az utolsó kijelentést azonban árnyalni fogja a Krónikák második könyve. A Krónikák második könyvének a 14. és 15. fejezete ugyancsak pozitívan nyilatkozik Asáról, sőt kiegészíti más szempontokkal, például Maákát, az anya királynét megfosztotta a királynéságtól, mert egy hatalmas bálványt emelt, és azt imádta, és ezzel bálványimádásba vitte az Isten választott népét. Ez egy bátor cselekedet volt, hogy félreállította ezt az anya királynőt. Ez egy tetrekész, bátor, Istenfélő királyra vall. Ezen kívül egy szorult helyzetben, amikor a szerecsen Zérah, tehát egy néger, Zérah hatalmas sereggel megtámadta a kis Júdát, Asa Istenhez kiáltott a kicsin seregével, az Úr pedig szabadítást szerzett. Tehát azt is elmondhatjuk, hogy ennek a királynak Istennel szerzett tapasztalatai voltak. Nem csak úgy ismeretből ismerte az Istent valahonnan az ószövetségi iratok alapján, hanem Istennel szerzett tapasztalatai voltak. Ezen kívül hallgatott Azariás profétára, más fordítás szerint Obed profétára, amikor a reformációra szólította fel az Isten népét, és a király előjárt mindenben, és olyan reformációt sikerült véghez vinni, hogy a másik 10 törzs, amelyik elszakadt Júdától, abból a törzsből több nemzetség átjött Júdába az Isten tiszteletre, és csatlakozott Asához. Azariás proféta így ezt a felhívást intézte a néphez. A
Krónika második, Krónikák második könyvének a 15. fejezetéből olvasok, a 7. verstől. Azért így bátorságosak legyetek, kezeiteket le ne eresszétek, mert a ti munkátoknak jutalma van. Mikor pedig Asa meghallotta a beszédeket, és az Obed profétának proféciáját megbátorodék, és elpusztította a Júda és Benjamin földjéről mindenestől a bálványokat, a városokból is, amelyeket elfoglalt, az Efraim hegységén, és megújította az Úr oltárát is, amely az Úr tornáca előtt volt. És összegyűjtötte az egész Júda és Benjamin nemzetségét, és azokat, akik jövevények voltak közöttük, az Efraim, Manasse és Simeon nemzetségéből, mert az Izrael nemzetségéből sokan csatlakoztak ő hozzá, látván, hogy az Úr, az ő Istene, ő vele volt. Ez nagyon különös ez a kijelentés. Tehát bár azt írja a Biblia, hogy Asának a szíve tökéletes volt egész életében. Tudjuk azt, hogy igét igével kell egybevetni, ahhoz, hogy világosabban tudjunk tájékozódni a Bibliába. Nem csak egy kijelentésre alapozzuk azt, amit mondunk. Azt cselekedte, ami kedves volt az Úr szemei előtt, úgy, mint az atya Dávid, írja a Biblia. Mégis volt Asának egy hibája. Biztos volt több is, de ezt kifejezetten említi a Szentírás. Az volt a hibája, hogy elutasította a feddést. Nem vette jó néven. Amikor a próféta megfedte, a saját érdekébe fedte meg egyébként, hogy megállítsa a pusztulás útján, és hogy a nép érdekében is. Amikor a próféta figyelmeztette őt egyik alkalommal, akkor ő ezt elutasította. Miben áll? Miről van szó? Asa elhatározta, hogy hátba fogja támadni Izraelt. És Szíria királyának üzent, hogy kössön vele szerződést, elküldte neki a templomból valamennyi aranyat és ezüstöt, hogy a hittestvéreit, Izraelt, az elszakadt 10 törzset támadja hátba. Ez meg is valósult. A Baása, az északi országrész Izraelnek a királya, közben a két országnak a határára, Izrael és Júda közötti határa egy várost, Rámát kezdte el építeni. Éppen azért építette, hogy nehogy az északi országból az északi törzsek lemenjenek Jeruzsálembe, arra a helyre, ahol egyedül Istennek a jelenléte jelen volt a templomban, ahol bűnrendezés folyt, ahol Istentől rendelt királyság volt. Egyszerűen megakadályozza. Gondoljuk arra, hogy Izrael királyai mennyit tettek annak érdekében, hogy az a 10 törzs végleg elszakadjon Júdától. Felállították Dánban és Bételben a bálvány oltárt, és a népnek az alsó részéből papságot is rendeltek. Azt mondták, itt van a ti istenetek, Izrael, ne menjetek ti Jeruzsálembe. És mit tett ez a király? Júda királya? Asa? Arra gondolt, hogy hát valahogy biztosítani kéne a hittestvéreimnek, hogy lejöjjenek ide Jeruzsálembe, mégiscsak itt van az Istentől rendelt áldozati hely. És itt kell az ünnepeket megünnepelni, hát hadd segítsek nekik. De hát úgy, ahogy én gondolom. Úgyhogy a Szíria királyának üzent, és Szíria királya hátba támadta Izraelt, Izrael abba hagyta a város építését, a Rámának az építését, hiszen védekezni kényszerült. És így megvalósult a cél, amit elgondolt Asa. Nyugodtan jöhettek az északi ország részből azok a nemzetségek, akik akartak Jeruzsálembe, bűnrendezésre. Hát milyen nemes ez a cél, amit kitűzött magának. Azonban a próféta megfedte ezt a királyt. És erre a feddésre a király kemény maradt. Még a prófétának igaza volt, mindjárt meglátjuk, hogy miért. Azért, mert Asa jó cél elérése érdekében rossz hitvány eszközt választott. A cél nem szentesíti az eszközt. A jó cél mindenféle eszközt nem szentesít. Az összes jó indok és érv ott volt Júda királya kezében, hogy miért kell ezt megcselekedni, hogy Izraelt hátba támadni. Az Isten prófétája, az Isten igéje mégsem hagyta ezt jóvá a király számára.
Milyen tanulságokat vonhatunk le ebből a magunk számára? Mire akar tanítani ezzel a történettel minket a Jóisten? Először is, amit az előbb említettem, hogy a jó cél nem szentesít mindenféle eszközt. Egyszerűbben szólva, a cél nem szentesíti az eszközt. Jó, nemes és helyes cél érdekében nem vehetünk igénybe Isten parancsolataival vagy Isten lelkületével ellentétes eszközöket, módszereket, mert ez megfertőztetett az Isten szemében. Mi a második tanulság? A második tanulság az, hogy a Asa király, a Júda királya emberre támaszkodott, és nem az Istenre. Emberben bízott, és nem Istenben. A szíriai királyban bízott. Pedig korábban az Istenben bízott, amikor a Szerecsen Zerah király a sereggel megtámadta őt. De elkezdett emberben bízakodni. Sőt, a saját meggyőződésében, saját értelmére, amit ő jónak lát, az a helyes. Abban kezdett bízakodni. Jeremiás könyve ezzel szemben mire tanít? Átkozott az az ember, aki emberben bízik. De áldott az az ember, aki Istenben bízik. Mi a harmadik tanulsága ennek a történetnek? Hogy a király a feddésre megkeményedett, és saját magára nézve is megkeményedett és elsötétedett. És ez a vesztét okozta, mert később a lábaira megbetegedett, és az orvosokat inkább kereste, mint az Istent. És abban a korban, amikor az Isten prófétája ott élt, és gyógyulások is történhettek, gondoljunk Illés vagy Elizeus esetére, egy Istentől rendelt király és fölkent király az orvosokat inkább keresi, mint az Urat, ez nagy vétegnek számított. Inkább kereste az orvosokat, mint az Urat. És ebben is, tehát továbbra is emberre támaszkodott. Mit jelent? Korábban a feddésre kemény maradt, megsötétedett, elsötétedett saját magára is nézve, és ez okozta a vesztét. A negyedik tanulsága az lehet, hogy vannak az életben rövid távon hatékony és működő módszerek, amelyek jónak ígérkeznek, jónak tűnnek az ember szemei előtt, de a végük halálba vezet. Ezekkel nem szabad élni. Példabeszédek könyve 14. fejezet 12. versében így int minket és tanít minket az Isten igéje. Van olyan út, amely helyesnek látszik az ember előtt, és vége halálra menő út. Hasonlót jelent ki a 16. fejezet 25. verse is. Van oly út, amely igaz az ember szeme előtt, de vége a halálnak útja. Döbbenetes. Milyen tanulsága lehet ennek? A legtöbb ember nehezen fogadja a feddést. Különösen, hogyha úgy érezzük, hogy nem a másik embernek, vagy nem a testvérnek a szeretete indít arra. Nem az ő megmentő szeretete, hanem most éppen neki kedve volt, hogy engem leteremtsen. És ezt ugye mennyire rossz néven vesszük. Az emberi természetünk mennyire ágál ez ellen? Pedig az lenne érvényes ránk nézve, ami itt a köreinkben azért ismert, hogy a keresztény ember nem sértődik, és másokat sem sért. Az énjét mindannyiunknak el kell rejtenünk Krisztusban. Nincs helye az énnek, a Krisztusét végzett munkában. Sem a sértődésnek, sem a sértegetésnek. Még egy utolsó tanulsága a történetnek az, hogyha valaki az Isten igéjét, az Úr intő szavát elutasítja, akkor az Isten ellen fordul, és azok ellen, akik az Isten igéjét képviselik. Ez törvényszerű. Hát aki elutasítja az Isten igéjét, az Isten intését, és mindjárt fogjuk látni a történetet, hogy hogyan folytatódott Asa király életében ez, azok ellen támad, akik az Isten igéjét helyesen képviselik. Nézzük meg ezt a Krónikák második könyvében, hogy hogyan valósult meg ez a szomorú dolog, ez a szomorú törvényszerűség. Krónikák második könyve 16. fejezet 7. versétől így olvasom. Az időben ment Hanáni proféta Asához, a Júda királyához, és mondta néki, mivel a szíriai beli királyban volt bizodalmad, és nem az Úrban, a te Istenedben bíztál, ezért szabadult meg a szíriai király hada a te kezedből. Avagy nem voltál-e a szerecseneknek és a Libia belieknek nagy seregük, felette sok szekereik és lovagjaik, mindazáltal, mivel az Úrban volt bizodalmad, kezedbe adta azokat.
mivel az Úr szemei forognak az egész földön, hogy hatalmát megmutassa azokhoz, akik ő hozzá teljes szívvel ragaszkodnak. Bolondul cselekedtél ebben, ezért mostantól kezdve háborúk lesznek ellened. Akkor megharagudott Asa a prófétára, s vetette őt a tömlőc házba, mert igen megharagudott, e szó étre jár. És ugyanakkor Asa a nép közül is sokat megnyomorított. Lám, ellenállt az Isten igéjének, nem fogadta el a feddést, emiatt a prófétát is börtönbe juttatta, és a nép közül is sokakat megnyomorított. Gondoljunk arra, hogy Jézusnak a szolgálatának, amelyet itt végzett ezen a földön, mennyire ellenálltak a főpapok és az írástudók, és végül pedig Krisztust is megölték. Ez a törvényszerűség, ez ma is létezik. Aki csak hallgatja az igét, de valamilyen okból elutasítja azt, annak a szíve keményedik hétről hétre. És aki elutasítja az igét, az elutasítja azt is, aki ezt az igét hirdeti. Föl szeretném olvasni a Péter apostol első leveléből ezt a részt, ami erre vonatkozik, második fejezetből. Tisztesség azért néktek, akik hisztek, és az engedetleneknek pedig a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a szegletnek fejévé, és megütközésnek kövévé, és botránkozásnak sziklájává. Akik engedetlenek lévén, megütköznek az igében, amire rendeltettek. Engedetlenek lévén, megütköztek az igében, megütköznek az igében, amelyre rendeltettek. Természetesen, hogyha egy szolgálattevő, bárki legyen is az, aki az igét hirdeti, annak az élete nem hiteles egészen, vagy nem hiteles valakinek a szemében is. Az illető bort iszik és vizet prédikál. Hát így nagyon nehéz elfogadni az igét. Hát én ezt én megértem. De Jézus mit mondott? Farizeusokra és az írástudókra nézve. Azt mondta, hogy ők Mózes székében ülnek. Amit mondanak a törvényből, ami helyes, azt megcselekedjétek. De megtartsátok, de amit ők, ahogy ők ének, úgy ne éljetek. És természetesen a szolgálattevő, akinek nem hiteles az élete, annak megvan a felelősség az Isten színe előtt. És felelnie kell ezért. A második részben egy egészen más témával szeretnék foglalkozni, hogy ebből is vonjuk le a tanúságokat. Miért hiúsult meg Akitófel tanácsa? Miért hiúsult meg Akitófel tanácsa? Részleteket, rövid részleteket fogok felolvasni a Bibliából, hogy ismerjük meg azt a történeti eseményt, aminek a keretében működött Akitófel, Dávidnak a tanácsosa. És akkor utána megnézzük, hogy mire akar minket tanítani a Jóisten. Sámuel második könyve 14. fejezetéből először a 25. verset olvasom. Abszalomra nézve. Nem volt pedig az egész Izraelben olyan szép ember, mint Abszalom, ki dicséretre oly méltó volna, tetőtől fogva, talpig ő benne, semmi hiba nem volt. 15. fejezet 3. versétől, az 5. versig, vagy a 6. versig, mondta néki Abszalom, íme a te beszéded mind jó és mind igaz, de nincs, senki sincs, aki téged meghallgatna a királynál. Arról van szó, hogy Dávidhoz mentek az Izrael törzsei, ből azok a képviselők, akiknek ügyes bajok dolgaik voltak a királyhoz. Tehát nem volt, aki meghallgassa őket. És Abszalom odaállt a vár elé, a kapuba, és várta az érdeklődőket. És megpróbált azoknak a szívét magához édesgetni, és magához hajlítani. És úgy tűnik, hogy sikerült. Tehát akkor még egyszer olvasom. Mondta néki Salamon, íme a te beszéded mind jó és mind igaz, de senki sincs, aki téged meghallgatna a királynál. Mondta ismét Abszalom, vaj, ha valaki engem tenne ítélőbírává e földön, és én hozzám jönne minden ember, akinek valami ügye és pere volna, igazat tennék néki. Mikor pedig valaki hozzám ment, és fejet hajtott néki, azonnal kezet nyújtott, és megfogván megcsókolta őt. És ekképpen cselekedett Abszalom egész Izraellel. Valakik ítéletért a királyhoz mentek, és így Abszalom az Izrael fiainak szíveket alattomban megnyerte. Még olvasok részleteket. A 31-től a 34. versig.
Megüzenték azon közben Dávidnak, hogy Akitófel is az összeesküvők között van, Abszalonnal. És mondta Dávid, kérlek, ó Uram, hiúsítsd meg az Akitófel tanácsát. És amint feljutott Dávid a hegy tetejére, hogy ott imádkozzék, az Istennek, íme elejébe jött az Árkeából való Kusai, aki ruháját megszaggatta és földet hintett a fejére. És mondta néki Dávid, ha eljössz velem, terhemmel leszel nékem. De ha a városba visszatérsz, és azt mondod Abszalonnak, a te szolgád vagyok, ó király, ennek előtte a te atyád szolgája voltam. Most immár a te szolgád leszek. Megronthatod Akitófelnek ellenem való tanácsát. 37. vers. Elment azért Kusai, a Dávid barátja a városba, Abszalom pedig bevonult Jeruzsálembe. A 16. fejezetben még egy verset olvasok, a 23-at. És Akitófel tanácsa, melyet adott, olyannak tekintetett abban az időben, mintha valaki az Isten szavát kérdezte volna. Olyan volt Akitófelnek minden tanácsa, mind Dávid előtt, mind Abszalom előtt. Tehát láthatjuk, hogy nem akármilyen történelmi helyzetről van szó, és nem akármilyen képességű emberről, hanem kiváló képességű emberről van szó. Akitófelnek a tanács olyan volt, mintha Isten szólt volna általa. Mindig megállta a helyét. Sok tekintetben megállta a helyét. Mindjárt látjuk, hogy mi lett az oka annak, hogy mégis Dávid elleni lázadásba belekeveredett. A 17. fejezetben Abszalom maga elé hivatja Akitófelt és Kusait is. Tehát Akitófel az, akit akkor a hatalmas nagyra értékeltek Izraelben, az ő tanácsát, és akkor Kusait, Dávidnak a barátját, aki Dávid azért küldött, hogy meghiúsítsa Akitófelnek a tanácsát. Azt mondta, és két stratégia volt. Dávid elmenekült Jeruzsálemből az embereivel, a testőreivel és a saját szolgáival, és két tanácsot. Akitófel tanácsa az volt, hogy utánuk kell eredni, itt van Izrael, utánuk kell eredni, és könnyen le lehet győzni Dávidot. Ez lett volna a helyes Abszalom részéről, hogyha ezt a tanácsot követi. Természetesen Isten nem akarta, hogy ezt a tanácsot kövesse Abszalom. És Kusai azt mondta, hogy ebben az egy esetben, de csak most, nem jó Akitófelnek a tanácsa. Jobb lesz, hogyha összegyűjtjük az egész Izraelt, és szemtől szembe ott álljon a két sereg, és akkor ott fogunk megvívni. Tehát Kusai arra épített, hogy Abszalom az erőre fog, az erőre, a hatalomra, a nagyságra fog építeni. Tehát az önérzetére épített, és be is jött ez neki. És Abszalom elvetette Akitófel tanácsát, és Akitófel biztos volt benne, hogy a lázadás elbukik. Annyira biztos volt, hogy hazament és elrendezte a háza dolgait, és meg nem engedett módon vetett véget az életének. Meg se várta az események végét. Gyerekeknek azt szoktuk tanítani, hogy hát igen, volt egy csata, ahol Abszalom és Abszalomnak a serege, valamint Dávidnak a serege összecsapott is. Hát Abszalom elesett a csatában, és Izraelt szétkergették. És Dávidnak a vezére, Joáb győzött a csatában. Azonban ez a csata már ott eldőlt, hogy Akitófel tanácsát Abszalom nem fogadta meg. Miért hiúsult meg Akitófel tanácsa? És milyen tanulságai vannak egy ilyen polgárháborús helyzetnek és Abszalom bukásának? Az Úr rendelte azt, írja a Biblia, hogy Abszalom elvesse Akitófel tanácsát, és ezzel mindkettőjük sorsa megpecsételődött. Mi pedig a saját kezünkbe akarjuk venni az életünket, családi életünket, a gyülekezeti és közösségi életünket sok tekintetben. Az Úr rendelte úgy, hogy Abszalom elvesse Akitófelnek, az akkori Izrael legbölcsebb emberének a tanácsát, és ezzel a lázadás elbukott. A későbbi csata már ennek a következménye volt. Miért bukott el a lázadás? Egy nagyon fontos, apró mozzanatra szeretném fölhívni a figyelmet. Kedves testvéreim, azért, mert Dávid imádkozott menekülés közben. Ilyen egyszerű. Uram, hiúsítsd meg
akitól fel tanácsát. És amint imádkozott, az Úr szembe küldte vele a barátját, Kusait, akit beküldhetett Jeruzsálembe, és így meghiúsulhatott akitól fel tanácsa. Kedves testvéreim, a szívből jövő imáinkra és bűnbánatunkra megmozdul a mindenség karja, és elforgatja az eseményeket Isten szerinti vonatkozásban, Isten akarata szerint. A 33. Zsoltár ír erről, és a hívő embernek óriási hatalom van a kezében az imádsággal, a szívből mondott imádsággal. Hogyha nincsenek akadályai, hogy az imádságainkat az Isten meghallgatja, meghallgassa, hogyha rendeztük a bűneinket, és hogyha hittel mondjuk el azt az imát, akkor az Isten meghallgatja az imáinkat, és cselekedni fog az ő népe javára. 33. Zsoltár 10. és 11. verse így hangzik. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait. Az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Dávid imájára így történt ez meg. A prófétaság lelke azt írja a Pátriárkák és Proféták című könyvben, hogy az Úr azért engedte meg ezt a lázadást, és gondoljuk végig, hogy micsoda pusztulással járt ez, hány ember meghalt a csatában. Az Úr azért engedte meg, mert Dávid vétkezett. Dávid bűne miatt engedte meg, hogy az egész Izrael számára világos legyen, hogyha valaki a bűn útján elindul, annak következményei vannak. A saját életére nézve, környezete életére nézve, közösség életére nézve és a nép életére nézve is. Sajnos egy lázadásban, vagy akár egyénileg a bűn útján van olyan határvonal, amelyet, hogyha az ember átlép, akkor onnan már nincs visszaút. Ez egy óriási figyelmeztetés. Volt ilyen, Akitófel adott ilyen tanácsot Salamonnak, nem Salamonnak, hanem Absalomnak, hogy menjen be az ő atyának az ágyas házába, kifejezetten így mondom a gyerekekre való tekintettel, és vegye birtokba ezt, és akkor ezzel a harcosok, akik mellé álltak, a harcosok szemében végleges lesz a szakítás az apa és a fia között. Ezt már Dávid nem fogja megbocsájtani neki. Így a csata eldőlt. Akkor Izrael ott oda fog állni mellé. Ugye milyen ördögi tanács volt ez? Döbbenetes. Tehát van olyan határvonal, amit nem szabadna sosem átlépni. De gondoljunk arra, hogy egyedül Isten tudja azt, hogy bárki közülünk, vagy egy másik ember átlépte azt a határvonalat, amelyről nincsen visszaút. Ahonnan nincsen visszaút, ahol megkeményedett teljesen. Senki nem hatalmazott fel a mindenható Isten, hogy bárki fölött is ítéletet mondjunk, hogy XY vagy Z erre az állapotra jutott, és ő már menthetetlen. Egyedül Krisztusra vonatkozik ez az ő felség területe. Ez olyan felségterület, amelyre nem lehet büntelenül lépni, ezért vigyáznunk kell bárkinek a megítélésével. Gondoljunk arra, hogy a konkoly együtt fog felnőni a búzával az aratásig, és az aratáskor lesz majd a szétválasztás. Marad a kérdés, hogyha Akitófel ilyen bölcsember volt, hogy Dávid idejében, mintha az Isten szólt volna rajta keresztül, miért állt a lázadó Absalom mellé? Mi volt az oka ennek? A Biblia közvetve megadja erre is a választ. Ha alaposan kutatjuk, a Sámuel második könyvéből fogok igeverseket felolvasni, figyeljük nagyon. A 11. fejezet 3. versét. És elküldte Dávid, és tudakozódik az asszony felől, és mondta egy ember, nem ez-e Becsabé, Eliámnak lánya, hitte is Úriás felesége. Becsabé, Eliámnak lánya. 23. fejezet 34. versét nézzük. Ez egy nemzetségtáblázat, ha jól emlékszem. Enifélet, Ahasábainak fia, Maátkából való Eliám, Gilóbeli, Akitófelnek a fia. Eliám,
a Gilóbeli Akitófelnek a fia. A 15. fejezet 12. verse pedig így hangzik, azt már felolvastam az előbb. És elküldvén Absalon hivatta a Gilóból való Akitófelt is. Dávidnak a tanácsosát. Mit jelent ez, kedves testvéreim? Azt jelenti, hogy Akitófelnek a, tehát azt jelenti, hogy Betsabé Akitófelnek az unokája volt. Betsabé, akivel Dávid vétkezett, Akitófelnek az unokája volt, és Akitófel nem tudta megbocsájtani Dávidnak azt, hogy az unokájának a házasságát összetörte. És a vejét is a halálba küldte. Ettől kezdve lehetett akármilyen brilliáns elme ez az ember. A meg nem bocsájtása oda vezetett, hogy az összes logikai érvelése arra lett felépítve, hogy Dávid ellen dolgozzon, és Dávidot letaszítsa a trónról. Íme, kedves testvéreim, milyen iszonyú következményei vannak egy meg nem bocsájtásnak. Egy ilyen hatalmas elme esetében is. A bűnös a saját bűnének köteleivel köteztetik meg, írja a Biblia. Dávidnak a bűne, Akitófelnek a meg nem bocsájtása is, és Absalonnak a nagyra vágyása az egész Izraelt polgárháborúba rántotta. Három embernek a bűne. Gondoljuk ezt végig. Micsoda következményekkel jár ez. Egy csekély szikra mekkora erdőt gyújt fel. Végül pedig, de nem utolsó sorban megjegyzem azt, hogy a három említett név közül, Akitófel közül, Absalon és Dávid közül egyedül Dávidról írja a Biblia, hogy őszinte mély bűnbánatra jutott. És ő meg is szabadult. Bár a bűneinek a következményeit vállalnia kellett. Négy fiát veszítette el. Tudjuk ezt. Ismerjük a Bibliából. De sem Akitófelről, sem Absalonról nem írja a Biblia azt, hogy ők megmenekültek volna, hanem elvesztek. Azt kívánom, kedves testvérek, hogy gondoljuk ezt végig, hogy egy meg nem bocsájtás hova tud vezetni. Gondoljuk ezt végig, hogy a jó cél nem szentesíti az eszközt. Hogy semmilyen módszerre, ami nem Isten szándékaival nem egyezik, az arra mi nem mondhatunk igent. És segítsen bennünket Dávidnak a bűnbánata, Dávidnak az őszintesége abban, hogy mi is őszinte, valódi bűnbánatra jussunk. Hogy az Istennel kiengesztelődjünk, és hogy az Istennek a lelke, kegyelme meg tudjon nyugodni rajtunk, munkánkon és életünkön. Adja jó Isten, hogy így legyen. Amen.